A fekete vonat sztárja több pályatásának is durván beszólt. Verekedés tört ki a Szerencsekerék stúdiójában, komoly slamasztikába került Kasszatibor műsora. Újabb művész távozik az Operet színházból. Horváth Evelin vagyok a Napire.hu híreivel. Elindult a Napire.hu YouTube csatornája. Iratkozz fel a legfrissebb videóinkért! A fekete vonat sztárja több pályatásának is durván beszólt. Bét azóta sem tud kimászni a gödörből. Most őszintén vallott arról, hogy mit gondol a karrierjéről és milyen tervei vannak még a jövőre nézve, de több pályatársának is beszólt. Fehér Tibor nagyon rossz helyzetbe került a fekete vonat kudarcosra sikerült visszatérése után. Előbb egy munkásszálón élt, később pedig már az utcára kényszerült, írja a Blick. A családja nem fogadja vissza, sok barátja pedig elpártolt tőle, ő mégsem búsul. Az egyetlen dolog, ami hiányzik a karrieremből, az a vagyonosodás. Ez az egyetlen. Azon kívül szinte mindent elértem, ami zenei eredménynek tekinthető. A rapper az RTL fókusznak beszélt erről, majd hozzáfűzte, hogy a tehetségét ingyen kapta, és azt igyekszik ingyen adni másoknak is. Bár bevallotta, hogy jelenleg úgy tűhet, hogy semmit nem tud abból felmutatni, amit letett az asztalra, mégis úgy érzi, hogy a karrierje nem hasonlítható össze máséval. Mint mondta, hogy abból a közegből, ahonnan ő jön, Nincs még egy ilyen ember, aki ennyi slágert írt volna, mint ő. Sem GVN-nek, sem pedig LL Juniornak nincs olyan dala, és az életében nem is lesz, ami több mint 64 milliós nézettséggel bír. 64 millió megtekintése van a Youtube-on annak a dalnak, amit a Beat a fekete vonatból írt. A rapper jelenleg egy panzióban él, de Pomázon egy barátjánál ingyen dolgozhat az új dalain, úgy érzi, hogy most azok az idők jöttek el az életében, amikor a dalszerzésre, zenélése kell koncentrálnia, hiszen fizikai munka után már semmilyen energiája nem maradna arra, hogy szövegeket írjon. Mint mondja, nem azért nincsen hétköznapi állása, mert lusta lenne, hanem azért, mert most mindent feltett a visszatérésre. Mint ha teljesen kicserélték volna a király Viktort, még soha nem volt ilyen boldog. A házas pár másfél évig harcolt azért, hogy elkerüljék a vállást, most pedig a Blik úgy értesült, hogy sikerült megmenteni a házasságukat. Állítólag királyvirág Anita három éves kisfiúkkal Kolennel együtt már vissza is költözött a családi házba, szemnézte a nőklapja.hu. Néhány heten már újra együtt élnek, amitől Viktor nagyon boldog és teljesen kicserélték őt. Tudta meg a burvárlap egy informátorától, aki azt is elárulta, hogy voltak pillanatok, amikor már a környezetük is lemondott arról, hogy újra egy család lehetnek. De az énekes végig kitartóan küzdött. Az elmúlt időszak egyébként nagyon nehéz lehetett király Viktor számára, szinte teljesen padlóra került, hiszen a családja hiánya mellett alkotói válságban is szenvedett, ráadásul jó néhány plusz kiló is felszaladt rá. A házassága egyébként azután került mélypontra, hogy az énekes 2022 tavaszán hazatért az Ázsia Express című műsorforgatásáról. Verekedés tört ki a Szerencsekerék stúdiójában, komoly slamasztikába került kaszati műsora. A boxoló elvert a játékosokat és hazavitta a milliókat. Előbbi csak képletesen, de néhány ütés még így is elcsattant a TV2 stúdiójában. A szerencsekerék eddig magabiztosan vezette a hétköznapi nézettségi statisztikákat, jó lehet fénye megkopott kicsit a korábbi adásokhoz képest, azonban kijöttek a nézettségi adatok, és nagyon úgy tűnik, hogy az RTL új gémsója Gundel Takács Gáborral alaposan elverte a port a kaszatibin és a szerencsekereken. Utóbbinak 10%-kal csökkent az átlagos közönség aránya, miközben az ugrás száguld. Komoly slamasztikába került tehát a tévé. Az egyik slágelműsorát gyűri le a konkurencia napról napra, és nem úgy tűnik, hogy ki tudnának belőle mászni. A szerencsekerék azonban azzal is rontja az esélyeit, hogy folyamatosan ismétléseket adnak, amivel sok nézőt megvezetnek, rendszeresen ezzel vannak tele a kommentek is. Újabb művész távozik az Operet színházból. Nemrég Sándor Péter törvált meg a teátrum, aztán Kerényi Miklós Máté döntött úgy, hogy elhagyja a színházat. Sándor Péter kirúgása és Kerényi Miklós Máté színművész felmondása nagy port kavart a színházi életben. Nem csak a szakmabeli kollégák, de a színház közönsége is mélységes felháborodással reagált a hírekre. Legutóbb Maklári Rászló Artisius díjas karmester elküldéséről számolt be a Blick. A színházban 40 évet eltöltő művész szeretettel számos kedves emlékekkel gondol vissza az Operett színházban töltött időkre, egészen a 2019-es igazgatóváltásig. Szerinte, hogy Kerényi Miklós Gábor helyét Kis B. Attila vette át, a színház színvonnal a hangulata és a dolgozók munkakörülményei negatív fordulatot vettek. Az egyik igazgatói ülésen Kis B. Attila még a beiktatása előtt a beszédében kiemelkedett Emelte, hogy Maklári Rászló addig marad a budapesti operetszínházban, ameddig csak akar, és az dirigál, amit ő akar. Hát, ez úgy tűnik, hogy ez mára már feledésbe merült panaszkodott Maklári. A karmester a szorongató nehézségek ellenére is az utolsó pillanatig kitartott. Véleményét magában tartva végezte a rábízott feladatokat, miközben végig nézte, hogy neves művészek hagyják ott az intézményt. A magánéletében bekövetkezett tragédiát követően támasz jelentett a nyugdíjba vonult művész számára, hogy dolgozhat. Nyáron elhunyt a feleségem, ami megviselt. Akkor a igazgató felhívott, és azt mondta, hogy szóljak, hogyha bármiben tudnak segíteni. Hát, úgy tűnik, hogy ez volt az ő segítségük. Tette hozzá keserűen Maklári, aki szerencsére azóta több megkeresést is kapott. Ariana Grande páros lábbal szállt bele a bulvár sajtóba, kiosztott mindenkit, aki a magánéletén csemcsog. Ariana Grande a hamarosan megjelenő új albuma kapcsán friss interjút adott, amelyben megosztotta gondolatait azokról a szenzációhajház szalagcímekről, amelyek az elmúlt egy évben a magánéletével kapcsolatban jelentek meg a sajtóban. Van egy csillapítatatlan frusztráció, egy megmagyarázhatatlan pokoli érzés azzal kapcsolatban, hogy az emberek félreértik azokat, akiket szeretsz. Fogalmazott a 30 éves szupersztár. Az énekes nő bár neveket nem nevezett meg, a CNN megjegyezte, hogy Dalton gomez kötött házasságának tavaly vége lett, majd nem sokkal később a színésztársával Ethan Slatterrel jött össze. Ariana Grande új kapcsolata pedig hamar a bulvás sajtó és a közösségi oldalak központi témájá vált, ugyanis Stáler a sztár miatt hagyta ott a feleségét és a néhány hónapos közös gyermeküket. Ami a hamarosan megjelenő Eternal Sunshine című albumát illeti, Grande az interjúban elismerte, hogy néhány új dala olyan emberekhez szólhat, akik talán már levonták a saját következtetéseiket a róla szóló burvá média által kreált narratívákból. Mint tudjuk, hogy a bulvár sajtó mit tesz az emberekkel, különösen a nőkkel, mondta Grande, majd hozzátette, hogy rengeteg dolog van, amiről szeretné, hogy az emberek tudnának, ám viccelődve kijelentette, hogy erre nincs elég idő, ugyanakkor hozzátette azt is, hogy a nap végén hálát érez az életéért és azért, ahol most tart. Nagyon hálásnak érzem magam, hogy jelenleg művészileg ennyire kiteljesedett lehetek, és személyesen is. Fogalmazott, majd hozzátette, hogy nincs oka a panaszra. Súlyos dologgal vádolják Taylor Swift apját, már a rendőrök is nyomoznak. Az Ausztrál rendőrség vizsgálja egy helyi papparadzó állítását, miszerint Taylor Swift apja bántalmazta őt. Az 51 éves Ben McDonald azzal vádolta meg a 71 éves Scott Swiftet, hogy megütötte az arcát az egyik Sydney rakparton. Orvosi segítségre nem szorult. Az összetűzés állítása szerint kedden történt, miután az énekesnő és az apja leszálltak egy jaktról, írja BBC. Az énekes szóvivője nem foglalkozott a bántalmazási vádakkal, de azt mondta, hogy két ember agresszívan viselkedett velük szemben. Az Ausztrál média által közzétett videó látható, ahogyan az énekesnő egy esernyő alá rejtőzze apjával és a biztonsági őreivel sétál a rakparton, helyi idő szerint kett hajnalban. A kamerák felvillantak, majd két hang hallható. Állítólag a fotós is egy biztonsági őr, akinél szintén egy esernyő volt, amit egymással vitatkoznak. Az egyelőre viszont nem világos, hogy a felvételek rögzítették-e az állítólagos incidenst. McDonald's a BBC-nek elmondta, hogy az énekesnő már beszállt egy autóba, amikor az édesapja rárontott is megtámadta őt. 23 éve csinálom ezt, és még nem voltam olyan helyzetben, hogy valaki pofon vágott volna. Mondta, majd hozzátette, hogy nem ő volt, aki provokálta ezt a dolgot. Az új délvászi rendőrség is közleményt adott ki az esettel kapcsolatban, mint írták, a fiatal a férfi jelentette az esetet, a rendőrök pedig azóta is vizsgálódnak. További hírekért keresétek a napire.hu-t, vagy pedig kövess be a YouTube csatornánkat. Köszönöm a figyelmet! Viszont hallásra!